Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazinműsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Népszavazást akar uránügyben az ÖPE. Két héten belül benyújtják a kérdésüket a választási bizottsághoz. Tovább erősödhet a hazai gazdaság. Évnyitón elemezték a folyamatokat a szakemberek. Kis települési programokat is támogat a megye. Több millió forintra pályázhatnak a falvak. Veszélyben a mezőgazdasági fejlesztések, aláírásgyűjtés az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. Átadták az MVM csoport paksi naperőművét. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében létrejött beruházásnak köszönhetően évi 22 ezer tonnával csökken hazánk széndioxid kibocsátása. A kormányzat elkötelezett az energiaszektor széndioxid kibocsátásának a csökkentésében, ezért a klímabarát tiszta energiatermelés tekintetében kiemelten fontos eszközként tekint a Magyarországon exponenciálisan bővülő fotovoltaikus rendszerekre. Ünnepélyes keretek között került átadásra az a 20,6 megawattos beépített kapacitású naperőműpark Paks határában, amely az ország jelenleg működő legnagyobb fotovoltaikus létesítménye. Paks polgármestere elmondta, az atomenergia és a megújuló energiatermelési mód hatékonyan megfér egymás mellett. Fontosnak tartjuk az atomenergiához hasonlóan tiszta, de megújuló, környezetbarát energiát biztosító megoldásokat is. Hiszen az itt élő emberek egészsége, a levegő és környezetünk tisztasága mindannyiunk számára a legfontosabb. Az MVM csoport tagvállalatának az MVM Zöld Generáció Kft. Irányításával megépült napelemes erőmű átadó ünnepségén Kóbor György kihangsúlyozta. Az 51 hektáros területen átlagosan megtermelt árammennyiség, mintegy 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember éves villamosenergia szükségletét fedezheti. Azokat a célokat és azokat a vállalásokat, amiket az energiastratégiában megfogalmaztunk, kiemelten a karbonsemleges termelésre és az ellátás biztonságra, ezt a két elvet az MVM csoport is magáénak vallja, és ennek megfelelően dolgozik nap mint nap. Erre nagyon jó példa a hátam mögött látható két létesítmény, a kisebb méretű paksi atomerőmű és a nagyobb méretű napelemes parkunk, ami az új büszkeségünk. Nem akarnak uránbányát a pécsiek, ezért akár népszavazás árán is meg kell ezt akadályozni, mondta az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke szerdán. Kővári János a Nyugat-Mecseki Tájvédelmi Körzetben a tervezett bánya egyik helyszínén jelentette be, hogy két héten belül kezdeményezik a referendumot, ha a bányászatot kérelmező cég nem áll el szándékától. Ezen a pécsi területen is urán után kutatna az a cég, amelyik jelenleg is engedélyt kért erre a tevékenységre. Másfél éve tart ez a folyamat. Az Összefogás Pécsért Egyesület ugye ügyfélként bejelentkezett már annó, egy évvel ezelőtt. Be is nyújtottunk akkor kifogást, amit egyébként első fokon elfogadtak, másodfok meg visszadobta. A lényeg az, hogy még mindig folyamatban van az ügy, elszánta magáncég, a cég neve azt gondolom ismerős mindenkinek, ez a Magyar Urán Resources Kft. Pedig ez a terület fokozottan védett, a Natura 2000 része, illetve a Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzetnek is, ami eleve kizárja, hogy itt bányászati tevékenység lehessen a jövőben. Ezért most az uránkutatást és a bányanyítást ellenző ÖPE újabb lépésre szánta el magát, hogy megakadályozza az ipari tevékenység megindítását. A Kft. Nem áll el az engedélykérelemtől vagy a bányanyítástól, akkor népszavazást kezdeményezünk ebben az ügyben méghozzá két héten belül. Tudok róla, hogy volt már ilyen. Sajnos ott a kérdés nem volt megfelelő, amit az LMP korábban indítványozott, ezért elutasított a helyi választási bizottság. Ezért alapos jogi kutakodás és körültekintés után fogjuk ezt a kérdést megfogalmazni, hogy a kérdés az helytálló legyen. Környezet és egészségkárosító lenne ez a beruházás, ezért mindenképpen szeretné megakadályozni a megkezdését az ÖPE, jelentette be a szervezet elnöke szerdán. Kővári elmondta, hogy a bánya nem jelentene bevételt a városnak, hiszen nem ide fizetnének iparűzési adót. Ellenben a bányászati tevékenység után a környezet helyreállítása sok milliárdba kerülne. A pécsiek nem akarnak uránbányát, ezt az ÖPE felmérése alátámasztja, ezért akarnak népszavazást, amihez 12-13 ezer támogató aláírást kell összegyűjteni.
Az idei évben tovább erősödhet Magyarország gazdasága, ezt mutatják az első két hónap adatai is. Erről beszélt Kaposváron Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke. Alsomogy megyei kereskedelmi és iparkamara ezúttal is megszervezte a gazdasági évnyitót. Az esemény célja, hogy a helyi vállalkozások megismerjék az aktuális hazai és európai gazdasági folyamatokat. Az előrejelzések szerint 3-4%-os nemzeti jövedelem többlet várható a 2019-es évben. Persze ennek sok összetevője lehet, hangsúlyozta dr. Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke Kaposváron. Az ország a potenciális képessége fölött, tehát a saját erő fölött tud hozni, hiszen a különböző támogatások nemzetközi kapcsolatokból adódóan hozzárakódik ehhez a teljesítményhöz egy-2%-nyi többlet. Ami azt jelenti, hogy biztonsággal teljesíthetők azok a társadalmi, szociális programok, gazdasági élénkítő programok, amelyekre szükség van. De hát a nagy kérdés az, hogy az extenzív növekedési teljesítményből hogy tudunk átállni a 2019-es 20-as évben egy intenzív növekedési pályára. Az unión belül is látványos a gazdasági fejlődés, soha ennyi ember nem dolgozott az EU-ban, mint most. A 2013-as gazdasági mélypont óta 15 millió új munkahely teremtődött, és jelenleg 240 millióan dolgoznak az Európai Unió tagállamaiban. Most van az ideje annak, hogy megcsináljunk hosszú távú, most költséges, de hosszú távon sok hasznot hozó reformokat. Ilyen például mondjuk egy egészségügyi reform, vagy ilyen lehet bármilyen a demográfiára, az öregedésre felkészülő reform, nyugdíjreform, ilyesmik. Varga József, a Somogy megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke köszöntőjében kiemelte, a térség szereplői nagyon örülnének, ha 2030-ra a magyar átlaghoz fel tudna zárkozni a Dél-Dunántúl. Paks 2-vel erre most minden esély meg is lehet, ezt már Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke fejtette ki beszédében. Szerinte az ebben rejlő lehetőségeket ki kell aknáznia a régiónak. A négy megye összefogott a kormányzattal, és egy megállapodást írt alá, amelynek a részleteivel most kezdünk el foglalkozni. Nyilvánvalóan ennek a pozitív hatása az Somogyra is lesz hova menni dolgozni, a fiataloknak lesz egyfajta perspektívája, az idegenforgalomra jó hatása lesz, egy nagyon erős fizetőképes kereslet jelenik meg, nem csak a nyári időszakban, ősszel, télen, tavasszal, hogyha a megye ki tud állítani megfelelő kínálatot, akkor ennek megvan a teljesen egyértelműen pozitív hatása. A jelenlévők azt hangsúlyozták, Magyarország stabil gazdasági alapokon nyugszik, folyamatos és dinamikus a fejlődése. A cél 2030-ig, ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is megfogalmazta, Ausztriához való gazdasági felzárkózás. Helytörténeti kiadványokat és programok szervezését is támogatja a Somogy megyei önkormányzat. A szervezet önerőből finanszírozza a 8 millió forintos pályázati lehetőséget, amelyet a kis települések vehetnek igénybe. Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke elmondta, a Somfalu 2019 célja, hogy a somogyi értékeket erősítsék. Emellett a Szülőföldem Somogyország keretében a januári megyebál 4 millió forintos bevételéből iskolai kirándulásokat is támogatnak. Idén tovább folytatódik az általános iskolás okosztály kirándulását támogató Szülőföldem Somogyország program, amelyre április 1-ig pályázhatnak a somogyi oktatási intézmények. A megyevár tiszta bevételét, a gyermekek kirándulását, somogyi gyermekek kirándulását elősegítő Szülőföldem Somogyország programra fordítja a megyei önkormányzat. Idén majd 4 millió forint jött össze. Ebből következik az, hogy körülbelül, hogyha minden kisgyermeknek 2000 forintot adunk a kirándulásához, akkor majdnem 2000 gyermek kirándulását tudja támogatni a Somogy megyei önkormányzat. Emellett a Somogy megyei önkormányzat 8 millió forintot különített el a kisebb települések programjainak támogatására. Somogy rengeteg olyan nagy hagyományú rendezvényen rendelkezik, amelyik a megye ismertségét és a helyi identitást, a helyi szokásokatnak állít hagyományokat. A másik nagy terület pályázati önerő alap, amely bizonyos kisebb falvaknak a különböző Európai Uniós forrásokhoz biztosít önerőt, hogyha az igényel, és a falunak nincs ehhez megfelelő pénze,
harmadik pedig a helyi identitást erősítő tevékenységek. Így például helyi kiadványokat, újságokat is támogat a Somogy megyei önkormányzat. A 230 érintett település között Bőszénfa is szerepel. Nyitrai István polgármester azt mondja, nagy segítség lenne számukra is a pályázaton elnyert összeg. Igen, erre nagy szükség van, ezt ki kellene bővíteni. Nem azt mondom, hogy minden hétvégén legyenek ilyen rendezvények, de ahol nagyobbak, hiszen össze lehet vonni, és az emberek elmennek egyik faluban a másikra, akkor ez egy nagyon, de nagyon nagy segítséget jelentene. A települések március 15-től április 30-áig pályázhatnak a Somfalu 2019-re. 9,5 millió forintot különített el Tolna város költségvetéséből a sportegyesületek javára 2019-ben. Erről is döntött legutóbbi ülésén a városvezetés. De határoztak a szociális bérlakásokról is, így azok közül egy önkormányzati fenntartású szolgálati lakás lesz. Ezzel is vonzóbbá kívánják tenni a háziorvosi szolgálat ellátását Tolnán. Tolnán két közintézmény vezetésében is változás áll be a következő hónapokban. A Vosinszky Mór óvoda és a Családsegítő Központ vezetői nyugállományba vonulnak a közeljövőben. A megüresedő óvoda vezetői pozícióra az önkormányzat pályázatot ír ki, melyet szeptember 16-ával tölt be az új igazgató. A Családsegítő Központ intézmény vezetője, de az állás helyett nem az önkormányzat írja ki, hanem a családsegítők központot ugye társulásban működtetjük, tehát ott az a társulás írja ki, de hát ezúton is biztatok mindenkit, aki érez magában valami erőt, és nyilván a képzettsége, végzettsége is megvan hozzá, hogy bátran pályázzon, mert várjuk a jó szakembereket mind a két intézménynek az élére. A háziorvosi feladatellátásban is változás lesz a jövőben. Andróci Ferenc a legutóbbi testületi ülésen jelentette be nyugdíjba vonulását, így a háziorvosi praxis is hamarosan betöltésre vár a városban. Tolna vezetése szolgálati lakás biztosításával kívánja ösztönözni a leendő háziorvosokat. Egy szolgálati lakásunk van, de úgy döntöttünk az előző testületi ülésen, hogy a Lehel utcai ingatlanunkat, ami gyakorlatilag egy ikerház, és eddig csak az egyik fele volt szolgálati lakás, és most a másik felét is szolgálati lakássá nyilvánítottuk, hiszen tudva levő, hogy a német doktornő nyugdíjba vonulásával már korábban megürült egy praxis, és azt gondoljuk, hogy vonzóbbá tehetjük egy orvos idejövetelét azzal, hogy esetleg lakhatást biztosítunk a számára. A város éves költségvetéséből jelentős összeget, mintegy 9,5 millió forintot különített el a Tolnán és Tolna-Mözsön működő 6 sportegyesületnek, továbbá több mint 3 millió forintot ítéltek meg a sportingatlanok üzemeltetésére és fenntartására, a Tolnai Kajakkenu Esse és a Tolna Városi Futballklub és Szabadidős Társaság javára. A jobb és nagyobb termés átlag érdekében az agráriumot nagy mértékben érinti a génmódosítás. Azonban ennek pontos hatásai még ma sem ismertek, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei programján. Tény azonban, hogy amíg a hibrid nemesítésnél a gabona két fajtáját keresztezik egymással, addig a GMO esetében akár állati baktérium is bekerülhet a növénybe. A mezőgazdaság területén is folyamatosan jelennek meg újítások, nem csak az eszközök tekintetében, hanem a növények előállítása kapcsán is. Az agrárkutatás egyik legaktuálisabb témája a hibrid nemesítés és a génmódosítás. Ezek hatásairól tanácskoztak a szakemberek a Kaposvári Egyetemen. Mint elhangzott, a hibrid előnye a nagy terméshozam és a rugalmas termesztési technológia. Egy fajon belül két egyedet, két különböző tulajdonságú egyedet keresztezünk. Ugye ez nyilvánvaló, hogy itt nem történik idegen génbevitel, tehát a génszekvenciák azok azonos maradnak, csak két különböző tulajdonságú egyednek a keresztezése történik. A génmódosításnak is nagy terméshozam a célja, de jelentős szerepe van a növények génállományára is, így például akár állati baktérium is bekerülhet az adott gabonába. Azt mondták, hogy kukoricabogár ellen toleranciát nemesítenek. Na most nyilvánvaló, de egy olyan gént kellett beültetni a kukorica gén állományába, amelyik mérget termel, mégpedig rengeteg mérget, ami a kukoricabogarat távol tartja a növénytől, illetve hát elpusztítja. Na most ez nem tudjuk, hogy hova visz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatósága és a Kaposvári Egyetem közös programján elhangzott a génmódosítás következményeiről még a mai napig nem tudni pontosat.
Közös aláírásgyűjtésbe kezd az Agrárkamara és a MAGOSZ a közös Európai Uniós agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. A brüsszeli elképzelés szerint 2027-ig lényegesen kevesebb támogatást kapnának a hazai mezőgazdászok, pedig ez az ágazat a leggyorsabban fejlődők közé tartozik. A kevesebb pénz miatt minden negyedik mezőgazdasági fejlesztés veszélybe kerülhet. Az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat a magyar mezőgazdaság, nem csak itthon, uniós szinten is. Néhány év alatt 60 ezerrel nőtt az ezzel foglalkozók száma. 2018-ban már több mint 220 ezeren dolgoztak az agráriumban. Ebben óriási szerepe volt az Európai Unió közös agrárpolitikájának. A magyar gazdák hektáronkénti 70 ezer forintos területalapú támogatását és a fejlesztések jelentős részét is ebből a pénzből utalják. Ezek a támogatások kerültek most veszélybe. Az Unió ugyanis a jelenlegi tervek szerint a következő 7 éves időszakban már a mostaninál sokkal kisebb összeget fordítana a közös mezőgazdasági célokra. Az Agrárkamara és a MAGOSZ ezért aláírásgyűjtésbe kezd, hogy a Brüsszelből érkező pénz a következő években se legyen kevesebb. Hogyha a jelenlegi Európai Uniós javaslat lépne életbe 2021-27-es költségvetési ciklusban, akkor Magyarország számára ez azt jelenteni, hogy 16%-kal csökkenne a közös agrárpolitikára fordítható összeg. Pedig a támogatásokra hatalmas szüksége lenne a hazai termelőknek. A magyar növénytermesztés hektáronkénti hatékonysága ugyanis például még a fejlődés ellenére is csak 54% az uniós átlagnak. Számszerűsítve a területalapú támogatás körülbelül egy 55 ezer forintban állapodhatna meg, és sokkal nagyobb mértékben érinteni ez a vidékfejlesztési programokat, ott 26%-os csökkentést jelentene, tehát egy negyedével kevesebb lenne az a beruházási összeg, amit Magyarországra vagy akár Tolna megyébe le tudnának hívni a mezőgazdasági termelők. Az aláírásokat a falugazdászi irodákban és a NAK szekszárdi székházában gyűjti a két szervezet. Az új közös agrárpolitika elfogadására valószínűleg már csak az Európai Uniós választások után kerül sor. Környezetbarát és költséghatékony gépet is alkalmaznak az M7-es autópálya felújításánál. Az 50 tonnás monstrumot most először használják hazánkban. A gép sajátossága, hogy helyben keveri a beton burkolati alapot, így nem kell annak szállításával bajlódni. Az M7-es autópálya Siófok térségében összesen 20 kilométeren újul meg, mintegy 3,4 milliárd forintból. Március 1-től a 96-os és a 102-es kilométer szelvény között a Letenye felé vezető oldal rekonstrukcióját végzik a szakemberek. Mi azt tapasztaltuk, hogy a közlekedők hozzászoktak ehhez a korlátozáshoz, és nyilván szeptember-októberben már nincs akkora forgalom az M7-es autópályán, hogy az jelentősebb túlódással járjon, ezért is tervezzük azt, hogy márciustól májusig befejezzük a következő etapot, illetve a harmadik befejező ütemet pedig szintén a turisztikai főszezonon kívül szeptember 2-ától október 27-ig fogják majd beütemezni a szakemberek. Ezen a szakaszon sáveltolásra és forgalomkorlátozásra is számítaniuk kell azoknak, akik errefelé indulnak útnak. Újabb 5 kilométeres szakaszon rekonstruálják az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalát. A munkálatok során Budapest felé 2, amíg Siófok felé 1 sávon haladhatnak az autósok. A május 9-ig tartó munkálatokhoz pedig egy teljesen új gépet is használnak, amely egyrészt környezetbarát, másrésztről pedig költséghatékony. Az 50 tonnás monstrumot most először használják hazánkban. A munka első fázisában ez a gép is aszfaltmaróként funkcionál. Ezután azonban helyben keveri majd a betonburkolati alapot, így nem kell annak szállításával bajlódni. Emellett sokkal teherbíróbb lesz majd az új aszfalt. Az 5 kilométeres szakasz május 9-ére készül el, ezt követően majd szeptemberben folytatódik az M7-es autópálya felújításának harmadik üteme. Jelentős mennyiségű széndioxid nem került a légtérbe annak a fejlesztésnek köszönhetően, amit a Lafarge cementgyárnál hajtottak végre. Ezért kapott most a cég energiahatékonysági díjat. A környezettudatosság, a természetvédelme fontos szempont a társaság idei beruházásánál is. Ezt a díjat és ezt a tanúsítványt kapta a Lafarge cementgyár. Az energiahatékony vállalat díjat március 6-án ünnepélyes keretek között adták át a parlamentben. A díjat azért kaptuk, mert a műszaki megoldásainkkal gyakorlatilag Magyarország egy teljes egyéves energiafelhasználásának egy hetét tudtuk 4 év alatt fajlagosan megspórolni.
Így fordítható le, mit jelentenek azok a beruházások, amiket a környezet védelmében valósított meg a Lafarge. A fosszilis energiahordozókat tudjuk helyettesíteni más egyéb hulladékanyagokkal, illetve anyagában tovább nem hasznosítható háztartási hulladékkal, amelynek során, ugye ezt nagyon fontos elmondani, hogy nem a környezetet terheljük, hanem különböző egyéb anyag kibocsátások nélkül a cementet, illetve energiát készítünk ezekből az anyagokból. Az újabb mérföldkő az 2019. augusztusában lesz, tehát idén, amikor egy 1,7 milliárd forintos beruházás keretében tovább tudjuk ezt az arányt 60-ról egészen 80-85%-ig fölvinni. Vagyis még kevesebb fosszilis forrásból származó energiát használnak majd fel. Egyébként a most kapott díj az energiahatékonysági kiválósági pályázat második komolyabb szintje. A részvételi feltétel egy már megvalósult, sikeres energiahatékonysági projekt felmutatása volt. A királyegyházi cementgyár az elmúlt 4 évben több mint 310 ezer tonna széndioxid kibocsátást takarított meg, ami közel 1 millió megawatt óra villamos energiának feleltethető meg. Energia Tudatos Iskola címet nyert el a Bükkösdi Általános Iskola. Az intézmény már több mint 10 éve rálépett az energiahatékony működés útjára, mondta az intézmény igazgatója. Györe Valéria kiemelte, különböző programokkal nevelik a gyerekeket a tudatos energiahasználatra, a környezetvédelemre és az egészséges életmódra. Energia Tudatos Iskola. Olvasható azon a plaketten, melyet a Bükkösdi Általános Iskola nyert el. A díjat a virtuális erőmű pályázat keretében érdemelte ki az intézmény. A program célja, hogy energiatudatosságra neveljék a gyerekeket. Bükkösdön ezt különböző módokon végzik. Számos olyan programunk van, mint a fenntarthatósági témahétben való részvétel, a teszedd akció, a szelektív hulladékgyűjtés, azt, hogy gyerekeket arra tanítjuk, hogy ezek milyen fontos dolgok a mindennapok. Próbálják meg ezt az otthoni környezetükben is átültetni, de a szülőkön keresztül egy kicsit a tágabb környezet felé közvetíteni. Emellett szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, ahol még többet tanulhatnak az energiatudatosságról, a takarékoskodásról vagy a tudatos vásárlásról. Az iskolában működik egy egészséges életmódot népszerűsítő program is, melynek keretében kerékpár és gyalogtúrákat szerveznek. Az energiahatékonyság növelése már régóta célja az intézménynek, ugyanis több mint 10 éve teljes felújításon esett át az épület, ekkor a külső szigetelés és a nyílászárók cseréje történt meg. A Bükkösdi önkormányzat jó volt ebből a 2019-es évben pedig teljes fűtéskorszerűsítés történik majd iskolánkban, illetve 13 kW napelem kerül fel a tetőszerkezetünkre. Ezzel is próbálunk egy kicsit hozzájárulni ahhoz, hogy az egyre inkább elglobálosodó energia vámpírságot megakadályozzuk. A virtuális erőmű pályázat keretében ezek a fejlesztések, valamint a közös munka a gyerekekkel tovább folytatódik. Tudatosan készülnek arra, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, illetve a környezetvédelem fontosságára is felhívják a figyelmet. Emellett a tantervbe is beépítik majd a tudatos életmódra nevelés alapjait. A kis- és középvállalkozások belső képzései jelenthetnek megoldást az egyre nyomasztóbb munkaerőhiányra, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A szervezet új Európai Uniós program keretében segíteni a vállalkozások képzéseit, ám a megyében az országos átlaghoz képest kevesebb a jelentkező. Az egyre égetőbb munkaerőhiány egyik megoldása a rendszeres vállalatokon belüli képzések lehetnek. Nincs már más tartalék, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Sajnos a mikrovállalkozók területén nem lehet. A kis és középvállalkozók, ahol megfelelő infrastruktúra, meg megfelelő humán politika is van, tehát ők tudnak ebben lépni, és megyénkben a zöme a vállalkozóknak ehhez a szférához tartozik. Az unió pályázati lehetőségeit azonban az országos tendenciákhoz mérten Tolna megyében kevesebb vállalkozás használta ki. Összesen 6 nagyvállalat, illetve 26 KKV nyert a kamara által kezelt pályázaton. Azon vállalkozók jelentkeztek ezekre a pályázatokra, elsősorban akik már korábbi uniós pályázatokon is sikeresen részt vettek és felismerték a pozitív hatásait. Így a jelen esetben, hogy saját munkaerő képzésével gyakorlatilag egy versenyképesebb piaci pozícióhoz tudjanak jutni ahhoz, hogy akár a belföldi, akár a külföldi piacaikat növelni tudják. Az autóipari beszállítóktól a termelőcégeken keresztül több vendéglátóhely is a pályázók között van.
A kamera szakemberei abban bíznak, hogy a vállalkozások nyitottabbá válnak a belső képzések és a pályázati lehetőségek kihasználásának területén. Több mint 1500 fővel volt tavaly kapcsolata a Szekszári Család és Gyermekjóléti Központnak. Az intézmény 7 településen végez támogatói feladatokat. A törvényi szabályozásnak megfelelően most a jelzőrendszer tagjaival az intézmény éves beszámolót tartott, ahol a felmerülő hiányosságokra és szükségletekre is választ kerestek a szakemberek. Pörböly, Várdom, Szálka, Szedres, Őcsény és Decs. A Szekszárdi Család és Gyermekjóléti Szolgálat a megyeszékhelyen kívül ezeken a társult településeken látja el feladatait. Összesen 1572 fővel volt segítő kapcsolatunk. Ez az 1572 fő, ez 706 családot jelent, és ez az 1572 fő és 706 családnak, ez 496 kiskorú gyermekét jelenti, akivel szociális segítő tevékenységet, vagy valamilyen információnyújtás, de mondhatni, hogy segítő tevékenység kapcsán kapcsolatba kerültünk. A Család és Gyermekjóléti Szolgálatoknak 97 óta törvényben előírt feladatuk, hogy minden év február 28-áig szakmai tanácskozáson beszéljék át a feladatellátást térségükben. Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, fenntartóval, meghívott vendégekkel értékelik az adott településen az észlelő és jelzőrendszer működését, illetve egyáltalán a gyerekjóléti, gyerekvédelmi rendszer működését, szociális rendszer működését, feladatokat, szükségleteket tudnak megfogalmazni, és ennek értékelése zajlik, és ennek kapcsán pedig majd a Család és Gyerekjóléti Szolgálatnak éves intézkedési tervet kell készíteni. Ez azokra a hiányosságokra, szükségletekre próbál választ adni, ami felmerül a települési tanácskozáson. Az intézményben a jövőben is hangsúlyt fektetnek a családok számára szervezett prevenciós és szabadidős tevékenységekre. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannonkrónika hátra levő részében. Börtönben letartóztatta a bíróság a 6 éves lánygyilkosát. Borzalmas állapotok, legyek és pókok a hűtés nélküli csibráki halottasházban. Falu és tanyagondnokokat díjaztak, kemény Bertalan díjkiosztó ünnepség Alsó-Mocsoládon. Afrikai, amerikai és ázsiai szitakötők a megyeszékhelyen, rendhagyó kiállítás Kaposváron. Döntöttek a 6 éves kislány megölésével vádolt férfi fogvatartásáról hétfőn Szekszárdon. Mint ismert, egy 19 éves szekszárdi férfit gyanúsít a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A brutális gyilkosság áldozatának holttestét a Sétpatak medrében találták meg pénteken. Az áldozat dühös hozzátartozai várták hétfő délután a bíróság előtt a gyilkossággal gyanúsított férfit. Rengeteg rendőr biztosította a helyszínt. A kislány nővére azt mondta, egy téglával verte agyon a testvérét a gyilkos. Téglával? Nem tudom. Le volt dobva a nagrágja neki, kis bugyját eldobta, tiszta vér volt, mindene. Belemosolygott a kamerába a 19 éves gyanúsított, miután kiszállt a rendőrségi kisbuszból, nem sokkal később pedig a nyelvét is kinyújtotta a helyszínen dolgozó operatőrökre. A bíróság most arról döntött, hogy letartóztassák-e 30 napra. A tárgyalóteremben nem engedtek be újságírókat, utána viszont a szekszárdi törvényszék és a Tolna megyei főügyészség közös sajtótájékoztatót tartott. A szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a gyanúsítottnak az előzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gyanúsítható az erőszakos cselekménnyel, amelyet a jelenlegi minősítés alapján a törvény 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni. A büntetett előéletű férfi szabadlában hagyása esetén a bíró szerint újabb bűncselekményt követhetett volna el. 2017-ben egyébként már gondnokság alá helyezték, mert egy másik ügyében a szakértő pszichés zavart állapított meg nála. Most ezt is figyelembe vette az eljáró bíró. Jelenleg BV intézetben kell ezt a letartóztatást végrehajtani, azonban a nyomozási bíró rendelkezett arról is, hogy a gyanúsítottat az elme megfigyelés céljából, majd amennyiben előre egyeztették, későbbiekben át kell szállítani az igazságügyi elme megfigyelő intézetbe, szintén egy hónap időtartamra. A férfi eddig ismeretlen indokkal csalt el a 6 éves kislányt a házuktól a patak partjára, ahol végzett vele. Ezt követően kezdte el bántalmazni. A bántalmazás során valamilyen eszközt használt, ahogy hallottuk, ennek a beazonosítása egyelőre nem történt, meg az a nyomozás további feladata. Ezzel az eszközzel legalább 6 alkalommal ütötte meg a fején a sértettet.
Az ügyész most arról is beszélt, hogy a gyilkos valóban megpróbált öngyilkos lenni. Amikor a gyanúsított értesült arról, hogy a holttestet megtalálták, ő egy önsértést követett el. A férfi át 30 napig már biztosan börtönben marad, de tettéért akár 20 év börtönt is kaphat. Eközben az interneten a kislány családjának ismerősei gyűjtésbe kezdtek, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő szülők méltó módon tudják eltemetni a 6 éves áldozatot. Döglött legyek és pókok között feküdt napokon keresztül egy nő holtteste a csibráki halottasházban. Az elhunyt nő rokonai nem akartak hinni a szemüknek, amikor benyitottak az épületbe. A nő menye azt mondja, a hűtő sem ment, hiába próbálta átdugni azt másik konnektorba. A család tagjai hiába kérték a polgármester segítségét, ő csak azután rendelte el a halottasház kitakarítását, hogy az ANTS szakemberei pénteken jegyzőkönyvet vettek fel az ottani állapotokról. Minden tele volt pókhálóval, zsákasarokba, szemét itt, a székek alatt szemét. Nem akart hinni a szemének ez a nő, amikor belépett a halottasházba, ahol a sógornője holtteste feküdt. Ezeket a fotókat ő készítette. A képeken látszik, hogy az omladozó vakolatú épületben rengeteg döglött rovar, és mindenhol pókok és a hálóik voltak. A sarokban pedig több zsáknyi szemét. A nő azt mondja, a halott hűtő sem ment, pedig megpróbálta azt másik konnektorba is átdugni. A hűtőt megnéztem, hogy hideg van-e a hűtőbe. Még hideg volt, még akkor nem volt megengedve sajnos a halott, pedig már 4 napja feküdt itt kint a szemétbe. A testvérem kiírta a temetkezési vállalkozókat, ők elvitték. Én elmentem a polgármesterhez, akitől megkaptam, hogy mit keresek én a hullaházba. Hát én nem tudom, mit keresek, a halott sógornőmet kerestem. A nő pénteken bejelentést tett az ANTS-nél, akik jegyzőkönyvet vettek fel a halottasházban tapasztalható állapotokról. A polgármester csak ezután takarította ki közmunkásokkal az épületet. Az elhunyt nő férjét nagyon megviselték a történtek. Nem elég, hogy a feleségemet elveszítettük, akkor még ez a cirkusz is, amit itt művel, itt a polgármester, meg itt az egész épület, hát így meggyalázni egy halottat. Az eset miatt szerettük volna megkérdezni a település polgármesterét, hogy miért várt a halottasház rendbetételével addig, amíg az ANTS jegyzőkönyvet vett fel az ottani állapotokról, ám hiába hívtuk az önkormányzat telefonszámát többször is, senki nem vette fel a telefont. Naponta több bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez. A panaszok szerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbáltak megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A csalók repertoárja egyre szélesebb, már nem csak e-mailben, hanem SMS-ben, sőt élő telefonhívással is próbálkoznak. A NAV informatikai fejlesztései révén már nagyrészt elektronikusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A hivatal nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek olyan nyelvi fordulatokat tartalmaznak, például tegező megszólítást, szándékos, ugyanakkor a megtévesztésre tökéletesen alkalmas megnevezéseket, melyeket az adóhatóság nem használ. A bankkártya adatokat is kérnek, a személyes adatok mellett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal soha semmilyen körülmények között nem kér az adózótól bankkártya adatokat. Hogyha esetleges többlete van az adózónak, azt vagy ügyfélkapunk keresztül, vagy pedig postán megküldött adószámla kivonatban tájékoztatja az adózót. Arra kell odafigyelni, hogy a hivatalnak a hivatalos honlap címe az www.nav.gov.hu. Csak ezen az oldalon adjunk meg ügyfélkapus adatokat. A csalók ugyanis sokszor olyan weboldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a hivatalos bejelentkezési felületeket. Azonban a honlap címe ebben az esetben árulkodó lehet. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. 2019. márciusától kreatív szakkörre invitáljuk a gyerekeket a Cella Szeptik órába. A 10 alkalomból álló foglalkozás sorozaton megmutatjuk nektek az antik római civilizáció máig ható, inspiráló örökségét, közben pedig arra bíztatunk, hogy erezd el a képzelőerőd és gondolj újra valami rómait. Például írj antik színdarabot, forgass kisfilmet a rómaiak életének egy jelentős eseményéről, vagy készíts Facebook profilt egy római császárnak. Jelentkezési határidő március 15-e. Most a Budapest Bár koncertjére invitáljuk Önöket. A zenekar tagjai mindig más élményt nyújtanak. Tengernyi dalból válogatnak egy-egy koncertre. A fellépő énekesektől függően más-más a repertoár.
Így lesz ez a Zsolnai negyedben is március 22-én. Ezúttal a Farkas Róbert vezette zenekar, valamint Behumi Dóri, Frank, Lovasi András, Mező Misi, Szűcs Krisztián és Pécset most először Tóth Vera lép színpadra. A legnevesebb magyar operaénekesek, Dinnyés Dániel zongoraművész, Szécsi Máté operaénekes a Pécsi Balettel és a Voicingers kórussal fogtak össze, hogy egy káprázatos gálát varázsoljanak a Kodály Központba. Az est teljes bevételéből tartós élelmiszert, játékot és műszaki cikkeket adományoznak a csíksomlyói árvaházakban nevelt 200 magyar árva gyermeknek. Csibészek a csibészekért március 18-án a Kodály Központban. Aldi Meola, a virtuóz multi-instrumentalista, zeneszerző és rendező, akit az egyik leginkább innovatív zenészként és élő legendaként tartanak számon. Úttörője a világzene, a rock és a jazz vegyítésének. Legújabb stúdióalbuma az Opus 2018. február 23-án jelent meg, ebbe hallgathat most bele élőben a Kodály Központban. A Grammy-díjas művész március 15-én látogat Pécsre. Most következzen a csillagászati hét felhozatalából két izgalmas program. Az egyik az ELTE oktatójának, dr. Kovács Józsefnek az előadása, ami exkluzív bepillantást enged Christopher Nolan Csillagok között című filmjének tudományos hátterébe. A mozi túlvilági története és vizuális effektusai valódi tudományon alapulnak. Az Etyeki Korda Filmstúdió az utóbbi évek legmeghatározóbb sci-fi produkcióinak adott otthont. Sok világhírű film jeleneteit vették fel itt. Tudjunk meg többet azokról a filmes trükkökről, melyekkel ismert és ismeretlen univerzumokat keltenek életre. Ebben segít Sándorfi Rihárd előadása a Planetáriumban. Ahol a sci-fi születik, kulisszatitkok az Etyeki Korda Filmstúdióból. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Idén 11. alkalommal adták át Alsó-Mocsorándon a Kemény Bertalan falufejlesztési díjakat. Az elismerést olyan falu és tanya gondnokok kaphatták meg, akik feladatukat legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik. Évente átlagosan 20-30 jelölés érkezik a kitüntetésre, közülük választja ki a 4 díjazottat a Kemény Bertalan Bizottság. Nagyon hálásak vagyunk, és csak hálásak lehetünk önöknek. Falu és tanya gondnokok vehették át a Kemény Bertalan falufejlesztési díjat Alsó-Mocsoládon. A kitüntetés névadója agrármérnökként tevékenykedett, majd célja lett a falvak fejlesztése és gondozása, ezért nevezték el róla a díjat. A kitüntetést már hagyományosan a Baranyai településen adják át évente. A Kemény Bertalan Bizottság elnöke stábunknak elmondta, 1500 falu és tanya gondnok lát el feladatokat az egész országban. Szaló Péter kiemelte, fontos megbecsülni munkájukat. Hiszen a városoktól távoli tanyák rettenetesen szenvednek a magánytól, az elszigeteltségtől, és hát bizony nagyon sok idős tanya lakó számára a tanyagondok jelenti a világot, a külvilágot, és hát meghosszabbítja az életüket, és egyáltalán segít mindennapjainkban. A Kemény Bertalan díjat egyébként 2008-ban alapították Alsó-Mocsolád kezdeményezésével. Célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve kiemelkedő színvonalon végzik. Az elismerések kiosztása előtt a bizottság dönt abban, ki érdemes a kitüntető címre. Szerencsére vannak a bizottságban olyan személyek is, akik széles körű ismeretekkel bírnak a falugondnokok irányába, és vannak, akik személyesen is ismerik sokszor, és megerősítik a felterjesztésben lévő ajánlásokat. A jelölteket ugyanis egy pályázat keretében lehet ajánlani a díjra. Évente átlagosan 20-30 jelölés érkezik a bizottsághoz az ország minden tájáról, tudtuk meg Alsó-Mocsolád polgármesterétől. Ajánlanak embereket, ahol egyrészt leírják azt, hogy miért alkalmasak ők leginkább erre a díjra, másrészt pedig olyan szervezetek csatolják a támogatási nyilatkozatukat, amelyek látják ennek az embernek a tevékenységét, akár falugondok, akár vidékfejlesztő az illető. Idén Zala, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykunszolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeztek a díjazottak. Mellettük további 5 falu, illetve tanyagondok vehette át a 2016-ban alapított Kemény Bertalan emléklapot.
Hivatalosan még tart, azonban az időjárás miatt már nem indokolt a fűtési szezon eredeti időpontjának betartása. A felmelegedés ugyanis értelmetlenné teszi ezt a fogalmat, mondja a pécsi távhőszolgáltató vezetője. Ezért is kezelik rugalmasan a cégnél a fűtés lekapcsolását vagy indítását. Ez a tulajdonosok kérése kell csak. Tavaszias idő, 20 fok körüli hőmérséklet, ez jellemző március elején Pécsett is. A felmelegedés az éghajlatváltozása miatt ma már nem lehet fűtési szezonról beszélni, mondja a pécsi távhőszolgáltató vezetője. A fűtési szezonnak a végét nem lehet megmondani. Fűtési szezonnak akkor lesz vége, amikor a fogyasztói igények ezt meghatározzák. Ma tulajdonképpen, ha olyan idő lenne augusztus végén, ne legyen, vagy szeptember elején, erre viszont már volt az elmúlt 15 évben példa, akkor mi szeptember elején, szeptember 15 előtt is befűtünk, és szeptember előtt is szolgáltatunk. Ez már egy elavult kategória, hogy most akkor fűtési szezonban leállunk, és utána fázni kell, nem, nincs ilyen. Amikor az igények indokolják, akkor mi fűteni fogunk, és amikor nem indokolják, akkor legyen bár február, mondjuk mostanában 22 fok, nyilvánvalóan a kerintetés a külső hőmérséklet szabályozás következtében az épületekben leáll. Nem fogunk fűteni 20 fokban februárban sem. Hivatalosan szeptember 15-én kezdődik, és május 15-éig tart a fűtési szezon. Azonban ma már a távfűtéses lakások tulajdonosai kérhetik a szolgáltatás leállítását vagy az indítását. Így a távhőszolgáltató rugalmasan a fogyasztók igényeinek megfelelően kezeli a fűtési időszakot Pécsen. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Met Marquest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva a galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszol perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Metmark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Díjazták azokat a Baranya megyei hölgyeket, akik a munkában és a családi életben is egyaránt emberfeletti teljesítményt nyújtanak. Szombaton az Expo Centerben köszöntötték azokat, akik az internetes szavazáson a legtöbb voksot kapták. A pécsi Család és a Karrierpont az év női példaképe pályázattal azokat a Baranya megyei nőket, anyákat szerette volna elismerni és bemutatni, akik a munka és a családi élet területén is példaértékűen helytállnak, hogy mások számára is inspirációként szolgáljanak. Az év női példaképe Baranyában ennek a pályázatnak díjazták a legjobbjait az Expo Centerben vasárnap. A három legtöbb szavazatot kapott nőt szólították a színpadra. Az első helyezést Mesnyi Éva, a pécsi pszichiátriai klinikán dolgozó ápolónő érdemelte ki. 12 órás műszakokban dolgozik, nappal is éjszaka. Mellette házi szakápolást vállal hetente háromszor. 4 gyermeket nevelt fel, de itt nem ért véget az anyaság. A felnőtt gyermekeink kinőttek a családból, és elköltöztek, saját lábukra álltak.
Nagyon üresnek és csendesnek tűnt a ház. Megszoktuk, mindig tele volt gyerekzsivajjal és gyerekzajjal a házunk. Ezért a férjemmel együtt úgy döntöttünk, hogy nevelőszülők leszünk. Így vállaltunk. Két gyermeket szerettünk volna, aztán rövidesen 4 gyermek került a családunkba, akik több mint 7 éve most már a mi családunk tagjaiként élnek. A Pécsi Család és Karrierpontot működtető Pécsi Sport non-profit Kft. Vezetője adta át a díjakat. Egy éve működik a Család és Karrier Központunk, amiben nagyon sok olyan lehetőséget, segítséget nyújtunk a nőknek, például iskoláztatás, akkor a munkaerőpiacra való visszaintegrálás, vagy beintegrálás, és különböző családi események, programok, és ezáltal szeretnénk még színesebbé tenni a mindennapjaikat, és segíteni a mindennapokban a családokat. És itt ezen a díjátadón szeretnénk köszönetet mondani, és tiszteletünket kifejezni, hogy micsoda nagy fontos szerep az övék. A második helynek Krizics Zsanett Márok község polgármestere örülhetett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Somogyinél Lakos Erika pedagógus, a szentlőrinci arabeszk tánccsoport alapítója állhatott fel. A február elején indított versenyen az előzetes jelölésekből a zsűri döntése alapján 11 hölgy került a döntőbe, akikre a közösségi oldalon lehetett szavazni. Kutyák örökbefogadását segítő kiadványt jelentetett meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Fogadj örökbe című kötetet az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkára mutatta be Pécsett szombaton. A könyvben olyan információkat gyűjtöttek össze, amik segítik a leendő gazdikat, hogy felelősséggel vállalják az állattartást. Gazdára várnak ezek a napozó kutyusok a Misina állatmenhely telepén. A kutyák örökbefogadását akarja segíteni egy új kiadvány, amit Pécsett mutattak be szombaton a Szabad a Gazdi program keretében. Akik kutyát szeretnének tartani, azok fogadjanak örökbe valamilyen menhelyről vagy ebrendészeti terepről kutyát. És azokat az információkat gyűjtöttünk össze, olyan történetek szerepelnek benne, amik ezt segítik, ugye amikor valaki egy kutyát örökbefogad, akkor egyrészt a saját lakókörnyezetét is át kell gondolni, másrészt a kutya szükségleteit. Azt remélem, hogy segít ez a kiadvány abban, hogyha valaki örökbe fogad egy kutyát, annak hosszan tud a gazdája lenni, és sok öröme lehet benne. Ebben a könyvben foglalták össze, hogyan válasszuk ki a megfelelő 4 lábút, hogyan történik az örökbefogadás, miként lehet tanítani új élőhelyére beszoktatni az ebeket. Az utóbbi időben nőtt a felelősség az állattartóknál, ezt tapasztalják a Misinánál is. Egyre többen szeretnének jövőbe fogadni kutyát. Ez egy természetes indítatás is, másrészt meg talán egyre inkább elterjedt az, hogy egy menhelyből jövőbe fogadott kutya legalább olyan értékes tud lenni, mint egy vásárolt kutya, vagy akár egy tenyésztőtől vásárolt kutya. Különösen, hogyha az ember nem feltétlenül egyfajta tiszta kutyához ragaszkodik. Ezzel együtt az is nagyon fontos, ami a Misina szlogenjében is van, ne sajnálj, szeves. Ezért jól át kell gondolni az örökbefogadást, ami hosszú évekre szól, nem csak rövid távra, mondja a szakember. Ebben segít a Nébih mostani kiadványa, amit például a Misina állatmenhelyen is beszerezhetnek az érdeklődők. Afrikai, amerikai és ázsiai szitakötők is láthatóak Kaposváron. A közel 10 000 darabos gyűjteményt az érdeklődők is megtekinthetik majd a Ripple-Rónai Múzeumban. A Magyar Természettudományi Múzeum 150 éves szitakötő gyűjteménye még 1956-ban a bombázások közben elpusztult, jelenleg ott sincs ekkora mennyiségű anyag. A Kaposvári Múzeumban eddig mintegy 1200 példány volt, most azonban már egy tekintélyes gyűjtemény birtokosa az intézmény, mondta Ábrahám Levente. Ez a szitakötő gyűjtemény Magyarország legnagyobb szitakötő gyűjtemény jelen pillanatban, ami múzeumban található. Egy rádiós riportban hallott Börzsöny László özvegye arról, hogy a Ripronai Múzeumban nagyon fontos a természettudományos értékek megőrzése, ezért ajánlotta fel az intézménynek férje mintegy 10 000 darabos anyagát, amelyben igazán különleges szitakötők is találhatók. Ebben a dobozban azok a fajok találhatók, amelyeket a légivadászok közül a legnagyobb méretűek, és talán a legszínesebbek is. Magyarországon is él 2 ilyen színesszárnyú légivadász vagy színesszárnyú szitakötő. Börzsöny László még a 70-es években költözött külföldre, élt az Egyesült Államokban, de Dél-Afrikában is. Ezekben az országokban is gyűjtötte a szitakötőket. Ennek a gyűjteménynek elsősorban az igazi szakmai értékét azok az anyagok képezik, amelyek a
legkülönfélébb országokból, mondom Ázsiából, Afrikából, Dél-Amerikából származnak, hiszen ilyen anyagokhoz nem tudna a múzeum hozzájutni. 20, de akár 30 cm nagyságú trópusi példányok is találhatók a szitakötők között. Jelenleg a több ezer darabos gyűjtemény feldolgozása, rendszerezése és fertőtlenítése történik. Ezt követően azt tervezik, hogy egy kiállításon a közönségnek is bemutatják a különleges anyagot. 6 nap után véget ért a mohácsi busójárás. Múlt héten, húshagyó kedden hagyományosan a telet jelképező koporsót égették el a városháza előtt. A hatalmas mágia mellett sokat népdalokra táncolhattak a maskarások és a vendégek. A télűző fesztivál utolsó napján is több ezer ember vett részt. A telet jelképező koporsót viszik a hatalmas mágia felé a télűzők. A hagyományos húshagyó keddi mágia gyújtással és a koporsó elégetésével véget ért Mohácson az idei busójárás. Az ünneplés közepette a nap utolsó sugarainál gyújtották meg a mágiát a maskarások. A busójárás utolsó napján is több ezer ember volt kíváncsi a télbúcsúztató eseményre a Széchenyi téren. Amint egy 250 éves hagyomány, minden évben rengeteg látogatót vonz. Stábunk egy pécsi családdal találkozott, azt mondják, nagyon jól érzik magukat. Nagyon jó! Az elején még féltem, de most már nem. A család idén látogatott el először a mohácsi busójárásra. Még sose voltam, pécsiek vagyunk. Először döntöttünk, hogy eljünk, és hát nagyon tetszik nekünk, nagyon jó. Az egyik kolléganőnk sokat ruhában itt fesztiválozik már egy hete, úgyhogy őt jöttünk meglátogatni. Az érdeklődők még az utolsó napon is találkozhattak a legtöbb busócsoporttal. Egy csapat már évtizedek óta vesz részt a télűző fesztiválon. Én közel 50 éves vagyok, ugye, de kisgyerek óta, korom óta beöltözöm minden évbe. Hát ezzel legyen olyan 40 éve körülbelül. És olyan 28-30-32 ember van a csoportban, aki állandó tag. A 6 napon át tartó esemény húshagyó kedden ért véget, ez idő alatt több tízezer látogató érkezett a Dunaparti városba. Ugye ma van a busójárásnak a záró napja, gyakorlatilag a koporsót nemrég rakták fel a mágiára, és ekkor gyújtották meg a mágiát. Most búcsúztatjuk teljesen a telet, és amit látszatjátok, nagyon jó a hangulat. Az este további részében kereplők kolompok zajára búcsúztatták a telet. Közben népdalokra táncolhattak a sokaclányok, a busók és a fesztivál minden résztvevője. Operett előadással és virágokkal kedveskedtek a hölgyeknek Sején. Stubendek Katalin és Götz Attila, Szendrő József díjas színművészek teltház előtt léptek fel. A híres operett slágereket együtt énekelte a művészekkel a közönség. Stubendek Katalin és Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház művészei színes műsorral köszöntötték a hölgyeket Sejjén. Az előadásra a város apraja nagyja kíváncsi volt. Elég széles repertoárral rendelkezünk, úgyhogy mindig van benne pici huncutság, egy picit, ami kicsit egy részre hajló, vagy éppen ünnepi tud lenni. Most ugye a hölgyek napját ünnepeljük ugye nőnap alkalmából, a nőknek szóló ma őről álmodtam megint, ami kicsit ilyen szerenád jelleggel udvarolni lehet egy kicsit, sosár. A nőnapi bálon virágokkal is köszöntötték a hölgyeket. Énektanár vagyok, van egy hagyományőrző együttesem is, és bármilyen kulturális dolognak szívből örülök itt a valamennyi emberrel együtt. A nőnapi műsort a Sejjei Művelődési Házban tartották, ahol rengeteg kulturális program várja egész évben az érdeklődőket. Ilyen például a kerékpártúra, a kincsek között élünk, talán most már mondhatom, hogy az ormánysági Fehérhurka Fesztivál is ilyen, a Városnap, és persze vannak ezek a kis, úgy nevezhetjük, hogy kitöltő programok, nőnap, idősek napja, pünkösd az ormánságban, és még számtalan, amivel igyekszünk megmozdítani egy kicsit a közönséget, és mindenkinek a kedvére tenni. Selje az ormánság legnagyobb települése, mely gazdag néphagyományokkal rendelkezik. Általában szépen összevig mindig megtelik a kultúrház. Most is látszik, hogy jön a, szerintem nem is lesz elég szék, tehát azért minden rendezvényünkön azért szépen álljönnek. Most a hölgyek, máskor az egész falu, hát azt hiszem, hogy beszéltünk a Fehérhurka Fesztiválról, és egy szép rendezvény volt ez is, akkor vannak különböző nyugdíjas nap, amikor van, vagy akármilyen más rendezvény, mindig nagyon szép számmal megjelennek a lakosok. A nőnapi ünnepségen olyan híres operettslágerek is felcsendültek, melyeket együtt énekelt a művészekkel a közönség.
Pécset indul szeptemberben az Úszó Nemzetprogram egyéves kísérleti szakasza. A pilot projekt során tesztelik majd a program infrastruktúrális, logisztikai és sportszakmai feltételeit. Minden gyermek tanulja meg úszni, ez a mottója a kormány és az Úszó Szövetség közös munkájának. A pécsi egyeztetésre Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, és Varga Csaba projektvezető érkezett, Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója meghívására. A Minden gyermek tanuljon meg úszni programnak, ami a kormány és az Úszószövetség közös munkája, több alappillére van. A cél, hogy 5-től 8 éves korig elérhetővé váljon minden gyerek számára a mindennapos úszás oktatás. Infrastruktúrális fejlesztések is zajlanak az ügyben a Tammedence program során. Sportszakmai ága is van a projektnek, hiszen ki kell képezni azokat az oktatókat, akik ebben a struktúrában el tudják látni ezeket a feladatokat. 5 éves kortól 8 éves korig tudjuk megtanítani ezeket a gyerekeket úszni, és utána, és nem az a céllal, hogy mindenkiből úszót vagy vízilabdázót csináljunk, hanem azért, hogy egy megfelelő vízbiztonságot kapjanak, hogy megszeressék a vizet, és nyilván az sem utolsó szempont, hogy a tehetségeket ki tudjuk emelni ebből a közegből. A Magyar Úszó Szövetség elnökének pécsi látogatásakor jelentették be, hogy az Úszó Nemzet program pilot szakasza városunkban indul majd szeptemberben. Ilyen programban a legfontosabb rész az együttes teljesülés. Tehát nem csak jó úszoda kell, nem csak jó oktató kell, hanem jó infrastruktúra, logisztika, tantermeillesztés és rengeteg dolog. A pilot programnak azért van fontossága, mert ezáltal tudjuk kiküszöbölni azokat a dolgokat, amire esetleg nem gondoltunk. Tehát itt jönnek elő a programnak olyan részei, amely esetben, hogyha országos szintre kiterjesztünk, akkor már ezzel a tapasztalattal felvértezve tudunk odaállni. Pécsett az óvodás és az utánpótlás úszás oktatásban a PSN ZRT már régóta dolgozik, és ebben példaértékű munka folyik a városban a Magyar Úszó Szövetség szerint. A minőség legfontosabb, hiszen az első pillanattól kezdve olyan alapokat kell megteremteni a fiataloknak, hogy utána nem csak nagyon jó vízbiztosok legyenek, hanem igenis lehessenek olimpiai bajnokok, és lehessen a képzést teljes vertikumba elvégezni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a tanácskozáson megosztottak minden olyan tudást, amivel az a Úszó Szövetség, én úgy gondolom, a világ legmagasabban jegyzett szövetségei között van. Az úszás hosszú távú programjának alaptétele, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, sőt, jól úszni. A Magyarországi Úszó Nemzet program a világon is egyedülálló. Vári Attila hozzátette, bíznak abban, hogy a programmal még több Konkoly Zsófiája és Kenderesi Tamása lesz a városnak, és persze a nemzetnek. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!